Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Számomra ez egy külön ajándék, mert Kazaksztán után itt az országházban is jelen lenni, ez egy rendkívüli ajándék. És 88 éves fejjel még bizonságot tenni a múltról, ez megint külön egy isteni ajándék. Sok mindent hallottunk már Kárpátaljáról, de én szeretném Kárpátaljának az akkori életnek egy másik oldalát is bemutatni, amiről sokan nem tudnak. A lelki oldaláról. Ugyanis a szenvedésnek van egy másik oldala is, egy másik vetülete is. Hogy mondja a Szentírás? Jó nékem, hogy megaláztál, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. Tehát a szenvedésnek van valami értelme is. Én, mint öreg fejjel, aki sok mindent átélt, hál' az Úrnak, kibírtam, mert hát látják, még itt vagyok, megtapasztaltam, hogy Isten nem ad a nagyobb szenvedést, mint amennyi erőt is ad hozzá, hogy elhordozzuk. Na ez Kárpátaljának a története. Röviden. Vagyis, amikor jött a nagyon nehéz idő, hogy hallottuk az elébb is, de Isten gondoskodott róla, hogy ezt a nagyon nehéz időt ki lehessen bírni. Kárpátalján abban az időben valami csodálatos lelki megújulás történt. Mi akkor úgy hívtuk, hogy lelki ébredés. Az egyházakban valami csodálatos isteni munka a Szentlélek hatására. Nagyon sok ember megtalálta a megoldást az élet kérdéséhez. Vagyis nincs itt maradandó városunk, a jövendőt keressük. És hadd mondjam el, nagy erő van ebben a csodálatos isteni kijelentésben, és ha valakinek megadta Isten már ezt a nagy ajándékot, hogy ne csak a földi világot lássa, hanem a mennyei világot is, az még a szenvedést is könnyebben tudja elhordozni. És akkor, amikor Kárpátalján nagyon nehéz idők történtek, amikor nagyon sok ember ok nélkül még az életét is adta, de csodálatos módon Isten a lelke folytán olyan a lelki hatás érte az embereket, hogy kibírták a szenvedést is. Hadd mondjam el, abban az időben Kárpátalján nem volt öngyilkos senki, pedig nagyon nehéz idők voltak. Az embereknek a padját leseperték, a férfiakat elhurcolták, borzalmas dolgok történtek, de öngyilkos nem volt, mert hitték az örök életet, hitték az Isten országát, és akartak élni. Nagy dolog ez, atyám fiai, és ez Kárpátaljának a története. Isten lelke folytán élni akartak, és meg is maradtak. Nagy dolog ez. Ezért nekünk a szenvedést nem büntetésnek kell látnunk, hanem Isten nevelő iskolájának. Én legalábbis a magam részéről ezt tapasztaltam. Az a 7,5 év Kazaksztánban, a 7 bő esztendő volt együtt a 7 szűk esztendővel. Mert hogy szűk esztendő volt, nehéz volt, tudjuk. Erről már sokat beszéltek. De hadd mondjam el, a láger Isten nevelő iskolája is volt. És aki figyelt Istenre, az sok mindent megtanulhatott. És sok mindent megértett. Nagy dolog a szenvedés, atyám fiai, de ne úgy vegyük, hogy haragszik rám az Isten. Nem. Miért fenyíti meg az apa az anya a gyermekét? Mert haragszik a gyermekére? Nem. Éppen azért fenyíti meg, mert meg akarja menteni, mert szereti, nevelni akarja. Próbáljuk így látni a szenvedést mi is. Isten nevelni akar bennünket, formálni akar bennünket. Mert nem örül Isten a bűnös ember halálában, hanem hogy megtérjen útjáról és éljen.
Nagy dolog az Isten iskolája. Én legalábbis így látom a szenvedést, és nyugodt szívvel merem mondani, mindenkinek legyen reménysége, hogy Isten nem hagyja fejebb kísérteni, mint hogy elszenvedheti. Sőt, a szenvedéssel együtt a kimenetelt is megadja, hogy elbírják, hogy elhordozhassák. Nagy dolog ez. Én így látom Kárpátaljának történetét, és hadd mondjam el, nem dicsekvésképpen. Aki nem járt még Kárpátalján, jöjjön el, nézze meg. Nálunk még most is a templomok szinte tele vannak. A fiatalok boldogan jönnek hittanórára, csendes órára, bibliaolvasásra, mert tudják, hogy a megtartó erő Isten igéjében van. Nagy dolog ez. És nagyon meg kell ezt becsülni. A lágerrel kapcsolatos a metánfiai, hogy mondjam el, amikor kikerültem Kazaksztánba, hát már nagyon sok honfitársam ott volt már évek óta, és mikor megtudták, hogy papiember vagyok, akkor gúnyosan mondták, na végre, hogy már jönnek a papok is, már régen ide kellett volna hozni mindegyiket. Mondjátok, hol van az Isten? Mi keresztények voltunk, és a kommunisták, a pogányok győztek. Hol van az Isten? Hol van? Mondtam, itt van. Mert azért vagy itt, mert neked csak a szád volt keresztény, csak a neved volt keresztény, a keresztleveled volt keresztény, de az életed pogány volt. Hát körülbelül 3 évig nagyon nehéz volt a kapcsolat. De ugye azért 7,5 esztendő nagy idő. És hadd mondjam el, a nagy nyomorúságban ezek a emberek, akik mindig az Istent hibáztatták, mert hadd mondjam így, abban a lágerben körülbelül 14 000-en voltunk, és magyarok körülbelül 80-100-an lehettünk, kárpátaljak és anyaországiak, és onnan tudtuk meg, hogy ki a magyar, csak meg kellett állni, hallgatózni, ugyanis a magyarok oroszul beszéltek, de magyarul káromkodtak. És mindjárt meg lehetett tudni, ki a magyar. Eleinte nehéz volt ezt elhallgatni, de hadd mondjam el, teltek az évek, és a Sztalin halála után már egy kicsit jobb lett a helyzetünk, már egy kicsit emberi volt a bánásmód, több volt az ennivaló, mert atyám fiai, tudjátok, évekig kórog az ember gyomra, évekig fázik, és szinte már csont és bőr, de davály, dolgozni kellett, de nem is a munkánkra volt szükség. Az egyik alkalommal a rabbizottság elment a láger parancsnokhoz, és arra kért a láger parancsnokot, hogy dolgozni kell, mi tudjuk, mi akarunk dolgozni, de nem bírunk, adja neki kicsit több ennivalót. Tudják, mi volt a válasz? Azt mondta a láger parancsnok, vegyék tudomásul magukat, nem azért hoztuk ide, hogy dolgozzanak, hanem hogy megöljük, de mielőtt megölnénk, még azért ki is akarjuk használni. Ez volt a válasz. De milyen jó, hogy Istennek más volt a véleménye. Megáldott bennünket, megtartott bennünket, és az emberek megváltoztak. Ezzel kapcsolatosan szinte befejezésképpen hadd mondjak el egy humoros történetet is a lágerről. Már sokszor elmondtam, de nem árt többször is hallani. Amikor már egy kicsit javult a helyzetünk a Sztalin halála után, esténként, mert be voltunk zárva, mielőtt elaludtunk volna, hát egy kicsit beszélgettünk. Hát legtöbbször nekem kellett előadást tartani. De hadd mondjam el, örültem neki, mert tudtam az atyafiakkal, a honfitársakkal beszélni. De arra kapacitáltam, hogy szólaljatok meg ti is, hogy látjátok az életet. És az egyik alkalommal, ez már az 5. évben volt, egy magyar rabtársam
aki a Gundel étteremnek a főszakácsa volt, ugye ismerős, ő is ott volt velem együtt, és előadást tartott a raboknak, hogy milyen finom dolgokat készítette a Gundel étterembe. Hát most képzeljék el, az éhes rab, aki már évek óta nem látott egy becsületes ennivalót, hallja a töltött káposztát, a paprikás csirkét, a finom kalácsokat, meg stb. Stb. És olyan zaptoson mondta el, a rabok hallgatják, volt, akinek a nyála csurgott, volt, aki csámcsogott, mintha ette volna. És egyszer az egyik magyar megszólal siri hangon, drága feleségem, te ilyen finomakat csináltál, és én soha meg se köszöntem. Erre nagy kacagás, hogy a magyar bűnbánatra indult. Erre azt mondom neki, hallod, hazamegyünk, én elmegyek és meglátogatlak, és megkérdem a feleségedet, hogy legalább most már megköszönöd. Hát erre megint nagy kacagás, mikor megyünk haza, na, mit fogunk megdögleni? Nem, hazamegyünk. Hát 2-3 év múlva eljött az idő, először az anyagországiak hazamentek, én később kerültem haza, és utána 10 évre megkaptam az engedélyt, hogy átjöhettem az anyországba, tudtam a régi raboknak a címeit, és elmentem Dunántúlra meglátogatni őket. Hát nagyon örültek a találkozásnak, hogy nem csak Kazaksztánban találkozhatunk, hanem Dunántúlon is. Elmentem ehhez a betyárhoz is. Nagyon örült a találkozásnak. Ott áll mellett a felesége. Kérdem tőle, mondja már kedves, ez a betyár mióta hazajött, hogy viselkedik? És akkor azt mondja, Lajos, egy angyal jött haza. Angyal, hogy? Amióta ez hazajött, ennek nincs egy rossz szava. Ez mindent megköszön. Ez mindenért hálás. Ennek minden jó. Régebben mindig morgott, csapkodott, dühöngött, kötekedett. Egy angyal jött haza. Mondtam neki, lássa, Stalin elvitte az ördögöt, és egy angyal küldött haza. Lehet így is látni a szenvedést, és én azt mondom, hogy ez az Isten nevelőiskolája. És hadd mondjam el, először is kedves férfi testvérek, megbecsülitek az asszony munkáját? Vagy jöjjön megint egy láger, hogy megtanuljuk az élet kérdését? Nagyon fontos dolog ez. Jó lenne megbecsülni, jó lenne vigyázni egymásra. Ahogy a lágerben több mint 85 nemzetiség volt együtt, és hadd mondjam el, testvérek tudtunk lenni. Az utolsó években már enyhült a helyzet, már egy kicsit bátrabban tudtunk találkozni, mert nem volt szabad csak titokba a raboknak még egymással is találkozni. 45 húsvétján vályogvető gödörbe elbújva úrvacsoráztunk, mint a rabok. Református, római katolikus, görög katolikus, pravoszláv, baptista testvérekkel, titkon, mert csak titkon lehetett, úrvacsoráztunk, hálát adtunk Isten kegyelmért. Kenyerünk volt, borunk nem, de vizet használtunk. De mi hittük azt, hogy Jézus a vizet és borrá tudja változtatni. És hittük a feltámadást. Testvérek voltunk. Milyen jó lenne, ha továbbra is testvérek maradhatnánk. Ezért nagyon kérek mindenkit, amikor emlékezünk a szenvedésre, akkor emlékezünk úgy, hogy Isten nevelni akar bennünket, formálni akar bennünket, hogy testvérek legyünk, szeressük egymást, becsüljük egymást, mert ez a jövő. És mi mondjuk azt, hogy szebb jövőt, de ezt nem mondani kell, ezt csinálni kell, ezt élni kell. Ezért örülök, amikor a fiatalokkal is találkozhatok, hogy a fiatalokat is egy kicsit piszkálhassam, hogy kedves fiatal barátom, készülj az életre. Hogy mondja Bölcs Salamon,
Engem emlékezzél meg az Úrról a te ifjúságod idejében, amíg el nem jönnek a nem szeretem napok. Becsüljük meg a fiatalságunkat, neveljük őket, de az Isten félelemre. És ne engedjük, hogy a televízió megint a sok-sok kirakatok és a reklámok a rosszra vezessék őket. Vigyázzunk a gyermekeinkre, felelősek vagyunk érte, mert nékünk nem csak földi életünk van. És befejezésképpen hadd mondjam el, ez volt a lágerbe a megtartó erő. A mi országunk a mennyekben van, onnét Jézus Krisztust is várjuk. Ha még meg is kell halni, de hisszük a feltámadást, hisszük az örök életet. Ez a reménységet kívánom mindenkinek, és Isten adjon ehhez bölcsességet, áldjon meg bennünket, hogy amikor emlékezünk a szenvedésre, akkor emlékezünk Isten nevelőiskolájára, és köszönjük meg, hogy Isten még foglalkozik velünk, mert nem örül a bűnös ember halálába, hanem majd megtérjen és éljen. Hát így kívánok mindenkinek boldog jövendőt, boldog találkozást, ha itt már nem, odafent, mert vár bennünket Isten országa. Köszönöm. Köszönjük püspök úr tanúságtételét. Felkérem Kövér László házelnök urat, hogy szíveskedjék átadni a megemlékezésre készült emlékérmet püspök úrnak.